no, most talán jó lesz. Oké, okay. Hát most tudjuk, hogy akkor jó lett. Közben itt vagyok, megnéztem a talenteket. Még arra kérem, lehet, hogy elindulok ezen a Dragon. Az első olyan karakter, akinek csak kutatom ezt a ágát. És hogy ebben is vannak olyanok. Szóval nagyon sok mindent így bekutatni. De gyakorlatilag ilyen közelharcos lesz. Szerintem nem lehet akkor ezt a közelharci járat volna neki kihúzni. Ezt mennyi pontot kiosztatok neki. Már csak olyan 4 pont, és kimaxoltam a közelharcot. Ó, és akkor azt nézem, hogy végre egy befejezte. És újra indult, szóval mély flottát azt feltűnünk. Először is téged itt leváltunk. És berakjuk a Witch-et. Azt is tuningolva. Oké? Voilà. És azt is itt feltuningolom mindenféle finomsággal. Itt tudom meditálni. Legyen gyorsan. Speed. Téged még nem tudunk voltalak itt ez a DPS olyan kő, neki a támadását fogom növelni. Majd 13-as sebzés, és leszerelem a másikról is vissza. Itt azt mondja, hogy ezt itt leveszem. Kicsit itt javíthatnának mondjuk a hajók tuningolási rendszerén. Vagy várj, az a hajó felrobbant. Ó, akkor nem is tudom leszedni. Viszont ott még mindig javíthatnának a hajó menedzsmenem. Akkor viszont itt kapsz egy... Még egy gyógyító modul. Csak már tele vagyunk. És akkor fel van tűngolva maximálisan a flottám.
Jó, mondjuk újonc, szóval annyira nem csodálkozott.
meg akkor azt mondja, hogy TR3-as flották ütközése fog következni. Mehet. Most az egyszer megjavítjuk a hajókat. És tök jó ilyen kimaxolt hajók egymás ellen. Harc. Na, ez már egy epikus küzdelem lesz. De igazából így fokozatosan lettek egyre epikusabbak. Elpusztítjuk. Az... Ó. Születnek ezek a vackok. Most tök jó pofa, most itt bent is kell velük harcolni. Berange az is. Ahhoz képest, hogy én itt két lövésben megyünk őket, és ugye van, meg hiszem be. Ez. Mert szintén nem jön. Mert
mindenki tudja elősítni. Nem mondtad, hogy gyógyító effektet, hanem ne... ...közmóra hagysz. Elpusztítottam a legnagyobbat, azért vadásszuk le a kisebbeket is. Továbbá itt pár helyre még jönnek, hogy elnézem itt. Aha, pont az Evakuehoz, és tier 4-es. Egy pillanat. Jól látok? Úgy szemben nélkül nem látok. Tier 4-esre eddig nem találkoztam. Konkrétan tier 3-as volt a legkisebb a előző verzióba. Akkor mert nekem is vannak ilyen 4-es hajóim? Merül fel a kérdés. És a láncsa. Megvan a láncsa. Azon kívül pedig a... kis
javító drónokat. 14-es vagyok. Oké. Okay. Jól van. No problem. Tricet neveled. Nem is az ilyen. Oh. Hát pedig a harcomban lesz a így erősebb. Jó, legyen a kötelharc. Közben... Két tier 4 enemy. Szóval, hol lehet nekem tier 4-esen? Már megbocsás. By the way. Visszafordulás, ezt szerettem volna. Na mindegy. Most ott talán csak. Olyan rég használtam. Tehát ez így elég sok debuffal felruházza az elemit. És... sokat is sebez. Többet sebez, mint ez, jónos, és ugyanannyival, hogy az ugye a HP-en. Kicsit. Több a visszatöltés ideje. Thank you.
elnézem, hogy... Na és ja nem, és egy search-öt kaptam. Aha, szóval az volt az. Meg ugye... Jön a boss. Ó, most indult el a boss. Ajjaj. Szerencsére nagyon lassan közeledik, viszont akkor már el kéne nagyon felkészülnem. Akkor ide a sötét, nem. A sötét nem, az nem kell, tele vagyok vele. Jó, és azt a tier 4-es, azt ott szedjük szét mi hamarabb. Nem, egy kicsiket tényleg nálam is. Viszont kevésbé. Itt kiküldi a baszt. Ráadásul nem ez a legdurvább, legvégső. Meg szétszedem ezt a csapatot. Most fogom összegyűjteni az embereket, majd a következő rendszerekből, tehát most jönnek az alienek harcolni az ilyen oldalamon. Ezt nem kell, és ez a frontális harc üzemmód. Várj! Várj, hát most lesz egy perc. Akkor így jó lesz. Hajzsakat föl! Thank you.
közlegény, kapcsolja a pajzsokat az előső oldalra. Szétszülöm a BPS. Tehát kéne nevezni az embereket. Mert az sokkal kicsit személyesebb lesz, hogy meg kell állni. Sebzés 800-tól 1000-ig. És akkor itt van. Ezekkel sebez. 2000-es. 1000-es. Tehát itt paladinokkal fogok neki rontani, az biztos. Mert az az egy szerencsém van, hogy nagyon. De nagyon lassú. Menjünk. Ó, és tessék egy újabb szín. Mondta, hogy akkor neki mi legyen az íze. Thank you.
Begyűjtjük azt a két nyersanyagot. Csak egy pár szint és meg lesznek a végső talentek, a 13-asra csak meg lesz valamelyik, az egyik biztos, mivel egy és a tippel nem. Tehát 14-es szintre lesz meg. Not good. Ti meg hova repültök, akkor még őket elkapjuk. Hogy tudod mit? Elkapom a kicsiket, aztán megyek vissza, és akkor elkapom azt a másikat is. Közben elkészült ez a generátor, szóval szedhetem a kisebbeket. Mind a generátor nagyon fia. Most kicsi ad, a piros ad nekem köveset. Egyelőre ennyi, most más nem fog kelleni. Más nem tudok kihasználni. Még lesz, hogy enged elég lassan halad. Ó, kalózok! Ignoráljuk a csapdát, ne is törődjünk, hogy itt egy csapdát állítottak föl nekünk. Na van, legyen ez. Tök jól jártunk. Yeah, I'm just gonna push.
pajzsokat is felhúzom. És meg be is lassítom. És még sötét nyersanyagot is tökéletes. Vese, esik a üzemanyag. Igen, kevesebb üzemanyag volt, az biztos. És egy újabb portál, hogy csókolnám meg a buksikátokat. Ez valószínűleg most jönnek. A bázisomhoz nem jönnek, na mindegy, akkor először is ezt elpusztítom. Na, nagyjából eddig tartott. Jársanyag ott hova. Ó, közben itt befejeződött a képzés. 500. 500-et lehetne egy újabb egységen. Ezt még kikutathatnám még több XP a csatákban. Évezred. Kell nekem most a... Ó, mindenhol dolgoznak, akkor kérek egy... ...gyártót. Közben akkor itt elkezdek kutatni. Semmit se csinálni a bosszal. Kikutatni. Tényleg itt hetes szint kellett? Ja, akkor elkezdem tuningolni a hajókat. A palatint kezdjük el tuningolni. Paladinnak legyen több a... legyen több a sebessége. És akkor berakom ide az ujjancot. És még mielőtt elkezdeném a harcot... M2 nem akar. Most csak így megfogyott a játék. Meg én is lefagytam. A működése leállt. Akkor restart. Még jó, hogy a automata mentés az mindig van. Iron Manhez kötelező. Ó, te ki, hogy itt berakta az asztalomat most. Minden látszódik. Van Sims, over. Ja igen, azt is lehet. This War of Mines. Azt már nem látod. Steam. A Don't Starve. Itt van fent a Halcyon 6, amit pont eltakar a... az event lista. Ha nem jelsz, az egere. Csalódó fia. Thank you.
hogy adnék egy hatalmas csókot a szép kis buksikádra. Ugye látod, hogy mi van itt? Az lesz akkor ezek után a helyzet, hogy elindítottak egy újat, és ezután nem Iron Man-be, és folyamatosan lehet egy megkérdés, egy tartalmi megkérdés. Imádom. De most komolyan nézd. Nincs continue, nincs loading. Konkrétan mivel csak egy mentéssel dolgozott, és valószínűleg most megsérült a mentés, buktam. Mondjuk valószínűleg másra is megeshetett ez, valahogy vissza lehet majd hozni a mentést. Valahogy. Legyen az, hogy én itt most átnevezem azt a live-ot, és leszettem egy ilyen Dead Maze nevű játékot, és megnézzük, hogy milyen az. Nem kell teljesen ingyenes. Ezt majd kinyomom a live-om hangját. Visszhangzott. Aztán akkor majd így visszanézem, vagy megkeresem, hogy hogy lehetne visszaszerezni ezt a mentést, mert gyakorlatilag ott jött a... Hát nem teljesen a boss, de egy boss jött felénk. Aztán ez egy horror játék, és akkor nem inkább zombis. Akkor... még egy... zombi invázió. Közvetítési nyelv magyar. És akkor indítom a játékot, és akkor most a... OBS-nek is megmondom, hogy akkor most egy új dolgot veszünk fel. Vagy sőt, mi több? Nem. Van itt nekem egy ilyen felületem, ezt úgy neveztem el, hogy random. Gyakorlatilag ez azt csinálja, hogy felveszi az asztalt. Semmi más nem látható, itt csak a facecam, meg az asztal, meg a szupoknak is meg kéne jelennie. Na mindegy, azokat hagyjuk akkor. Tehát most gyakorlatilag konkrétan ugyanazt látod, amit én. Igen, még indítja a Steam-et. És itt lehozhatom az OBS-t is, akkor nagyon vicces dolog történik. Végtelen esített! Hoppá! Gyere fel! Takarod a képet. Ezt nem is teljes képernyőn van. Majd full screen-re rakom. Ugye, tetszik mi? Végtelen is ített. Gyakorlatilag beleláttunk a végtelenbe. Csak kár, hogy a pixelek azok nem tudták visszaadni teljesen. Emként... csak így néztem, hogy ilyen management, zombik és túlélés és... hát van egy pár túlélő játékom, és akkor nézzük, hogy mi ez. Az végtelen, a végtelenbe és tovább. Na. Gyakorlatilag így kezdünk, na nézzük, mi van itt nekünk. Ó, egyébként online.
VHD-vel mozgunk. Wow, micsoda új információ. Mik ezek NPC-k? és egyébként magyar, van hozzá magyar verzió. Úgyhogy olyan lúdizer tud lenni. Tényleg nem tudok nagyítani? Egy pillanat. Ezt megállalvasom. Megnéztem újra, és nem. Nincs pótkerekem. Ó, tipikus zombi sztori. Ja, semmi közepén mi ott maradunk, és akkor így túléljük az első pár napot, amíg így a városban mindenki bezombisodik, és akkor mi csak később megyünk oda, és jé, mi történt itt? Ja, hogy mindenki zombi lett, és mi erről lemaradtunk? Csak mert nem volt pótkerekünk? Micsoda szívás, hogy túléltük a zombi inváziót. Hívok egy vontatót, hát ha nem jönnek, Ó, ne már, nincs térerő, ó, bakke, nem tudunk beszélni a külvilágról, most hogy kapjuk meg az információt, hogy zombi invázió van, de tényleg annyira tipik. Csak a mi szerencsé... Egy meccsre indultunk el, akkor most már ezt is tudjuk. Beszéljünk Cassie-vel, és milyen jó kis telefon van a kezünkben, amit így folyamatosan szorongatunk. Pótkereket. Komolyan. Inkább örülj, hogy túlélted a zombi inváziót, nem tőlem tudod. Nem biztos, hogy megkerülnöd. Lehet, hogy más el fogja végezni a piszkos munkát. Na nézzük, nem kell nekem csapat, majd jöhettek, hogyha gondoljátok, hogyha nagyon megtetszik, viszont most belépek a menübe. Jó, nézd meg, valaki jön ott. Hol a menü? Escape-el nem nyílt meg a menü. Egyáltalán van menü? Nézem a különböző gombokat, de nem. Jó, akkor egyelőre menü híján kap egy dislike-ot. Nem tudom berakni full screen teljes képernyőbe, most itt lesz végig ez. Na, beszéljünk veled. Béla egy Béla, kettő Béla hálosom. Mert te is bélázom. Egyébként nem szerintem itt emberekre gondolt, mivel láttam, hogy lehet csapatba menni. Nos, mi van veletek? Úgy látszik, egy lyukas gumitok van. Mindenkinek rossz az a napja van. Valakinek rosszabb. Tehát, hogy éppenséggel most harapják meg, és lesz zombi. Egyébként azt soha nem mutatják be egy filmbe, legalábbis vagy bemutatják, vagy valami nagyon béna megoldás. Már van egyáltalán, de nem, még azt sem tudom. Tehát, hogy alapból, hogy fog a városban mindenki el zombisodni? Hát... Churchville felé tartok, hogy egy kis infót szerezzek. Szökőárról keresek segítséget, amíg ott vagyok. Várjunk még, nem? Nem hallottatok róla? Egy hatalmas cunami? Ó, még csak a cunaminál tartunk. Hol vannak a zombik? Atlanti óceán felül jön. Egy hatalmas áramkimaradást okozott a keleti parton. Oké, áramkimaradás, cunami, nincs térerő, és közben mindenki zombi lesz, csak még nem tudunk róla. Erről beszéltek minden csatornán, mielőtt minden kialudt. Elég nagy baj az, azt mondták. Na mindegy, segítek nektek megjavítani a gumit, itt vegyétek el ezt a magazint. Minek magazin? Nem sok minden, de pár órát el tud ütni, amíg vártok rám. Magazin! Megkaptuk a magazint! Az első ultimate tárgy az inventorinkba. Közben, ahogy elnézem, itt van az inventorink. Van egy almánk, életerős víz. Na, szóval akkor itt
menedzselnünk kell a kaja mennyiséget, az ital mennyiséget. És hogy elnézem, itt van valami tábortűz is. Emberek magazin, matek tankönyv, regény. Szóval úgy tűnik meg egyértelműen a diák fázisba vagyunk. Egy cunami a keleti parton. Nagybátyám Miami-ban él, remélem jól van. Legalább az a random fickó hasznos, és lehet, hogy elvisz minket ebből a pokolból. Nem akarom itt tölteni az éjszakát. Figyelj, muszáj Johnnal beszélgetnem egy kicsit, ha ordítok. Ne aggódj, már régóta vár rá ez. Szóval! Jól jönne egy kis levegő számunkra, tudod. Láttam egy kabint az erdőben, mielőtt ideértünk. Miért nem keresed meg? Ha találsz bármi módot arra, hogy keletről híreket szerezzünk, az remek lenne. Egy szóval most megkaptuk az első küldetést. Fedezd fel a közeli erdőt. Na, az már van az erdő. Jobbra, balra, fel vagy le? Ki gondolta volna, hogy ilyen közel lesz? Ó, szóval így kell bemenni. Eddig grafika az így kap egy közepest, nem szörnyű, viszont olyan hűde egyedi nem, és akkor, hogy elnézem, akkor ilyen kis időig kell várni, míg kikutatjuk a dolgokat. Ön kapcsolatba lépett Augusta megye rendőrségével. Nagy mennyiségű hívások érkezése miatt minden ügynökünk elfoglalt. Kérem, tartsa a telefont, és hamarosan válaszolunk önnek. De jó, automata. Valószínűleg ugyanez lesz. Igen. Gyakorlatilag most el van foglalva a rendőrség. Ó. És jó lenne tudni, hogy mit csinál ez a tűzjel. Párna. Sebzés 10. Ultimate fegyver. Hárítás, ellökés, plusz 2 méter, gondolom. Kombó, fizikai sebzés, minusz 50%. Támadási gyorsaság, gyors újság, sebzés 1. Az már nem kell, nem olyan erős, mint a párna. Párna! 2.0, sebzés 13. Micsoda sebzések lesznek itt. De tényleg hol a háping? Na itt van a karakterünk, tapasztalat 5000, maximális élet 250. És akkor ahogy elnézem, itt lesznek majd azok a dolgok, amiket itt kitalentelhetek. Skin. Valószínűleg páncélzat is, meg akkor valószínűleg skin is lesz itt. Nincs cím. Nem, itt van a ruhám. Ez akkor valószínűleg akkor a kinézet szerintem. Na viszont nézzük, mi van itt. Felix. Hát a újraélesztés. Megfőzött receptek, főzés, barkácsolás, fegyverkraftolás, építkezés, kutatás, lehetünk tudósok, kalandok, titkos járatok, vannak isztelegek, akkor ez egy pozitívum. Napi küldetés, mellékküldetés, ölés, kalandok, felfedezés, és akkor ilyen hardcore felfedezés, az alapképességünk pedig szétszúzás, időtartam 2 MP, 2 másodperc, újratöltés 6 MP, tehát nem tudom, hogy ez mennyire lesz gyors, fizikai sebzés 30, stamina 20, tehát akkor ez energiát fog fogyasztani, valahol lesz energiánk. Öngyógyítás, az pedig 10 MP. 30-at gyógyulunk, és azon kívül minden másodpercbe, 5 másodpercig még 8-al, tehát az egy 40-es, egy ilyen 70 gyógyítunk. Viszont tényleg akkor itt fel tudom szedni a dolgokat, mindent felveszek. És akkor valószínűleg akkor ez a tárhely lesz, vagy nem tudom mi. Túl messze van. Ó, most komoly. Laptop akkumulátor.
És akkor most csökkent az a tűz. Fogkefe. Mérgező sebzés. Csavarok. Itt akkor a rendőrség az itt nem ér ránk. Fadeszka! Sebzés 24. Na ez lesz a fegyverünk. Áááá! Cassia! Mi történt? Beszélj vele. Hű, vajon mi történetett? Na vajon most ő lesz zombi, vagy csak elesett? Á, túl messze van. Egy retkes pók megcsípett. Mire lehetett volna számítani? Legrosszabb nap. Nézd csak rá, az egész felduzzadt. Ó, találtál egy vezetékes telefon. Szerencse, bármi hír? Nem, nincs? Szóval röviden. Az őrs le van foglalva hívások által, és elvesztetted a tárcsahangot. De most tényleg? Szóval úgy gondolod, hogy ennek az egésznek a cunamihoz van köze? Remélem nem. Inkább a cunamihoz. Úgy értem, cunamik történhetnek, de azok nem teszik tönkre a telefonokat, ugye? Hű, valamit sejt a csaj, valamit sejt, lehet, hogy mégsem olyan hülye, mint amilyennek tetteti magát. Viszont ott fent láttam még egy pár dolgot. Közben, ahogy elnézem, itt van egy csavar. Sima kamera, teljes képernyő. Jó, akkor vissza. Visszavonom, jó, a teljes képernyő. Ó, közben valami történt. Míg beállítottam a teljes képernyőt. Eddig... van egy ilyen... nyitott világ feelingje. És akkor úgy tűnik eltelt az idő. Még körülnéztem volna ott fent. Közben a zenét miért nem hallom? Az effektek vannak, zene nincs. Minőség magas. Szóval ez a legjobb minőség. Billentyűparancsok változtathatók, kilépés a játékból. Bezár. Azt gondolom ugyanúgy, mint ez az X. Viszont van fegyverünk. Na jó, beszéljünk Cassiával. Jézus, már beposhadunk itt. Mennünk kéne, de most nem. Mármint kétlem, hogy jön bármiféle segítség. Utálom ezt az érzést, hogy valami borzadalmas történt, ami mi itt megragadtunk. Mondom, okosabb a csaj, mint ami ennek mutatja. Ó, erre nem is tudok jönni. Figyeljetek, hallok valamit. Van ott valaki. Tűnj el az utamból, tűnj el. Jól vagy? Na nézzük, beszéljünk vele. Uram Isten! Istenem! Menj innen, menj! Menj innen, jönnek, itt vannak! Úristen, nyugodtan! Ember, mi folyik itt? Mi történik? Hát mit jönnek, csak nem a zombik? Amiket kíváncsi leszek, hogy akkor milyen lesz ténylegesen a játék. Az vér? Az kibaszott vér, haver. Mi a... férfi nem hiszem történt. Joss, azonnal csinálj valamit. Annyira nagyon félek. Nem tudom, mit tegyek. Baby, én olyan haszontalan vagy. Baby. Mindjárt elkezdünk nekünk itt énekelni. Ja, most már föl sem mehetek, valószínűleg most a sztori van. Ja, akkor beszélnünk kell vele. Hagyják a jó fogáson. Az. Jönnek a cigányok, fogják a kocsit, azt eladják. Hallod-e, testvér, fím? Kell nekünk a fím. Látom, neked már nem kell, nyugodtan elvihetjük, ugye? Ugye, testvér, ugye? Mit tegyünk? Mi a férfi nemi szervet csináljunk? Viszont én még körbenéztem volna ott fent. Úgy tűnik nem annyira open world. És sokkal rosszabb, jönnek a cigányok.
Most remélem, hogy most csak a felvezetése ilyen lassú. Viszont ahogy elnézem itt a szavakkal, azért elég szépen bánnak. Egyben megmondják, hogy mit mondana ilyenkor egy ember. Ó, átvezető. Oké, ez nem vicces. Valaki viccelődik velünk? Nem tudom, bébi, nem tudom. A vérre valóságosnak tűnt. A vérre valóságosnak tűnt. Nagyon valóságosnak is. Josh, te egy... ami új szót kéne rátalálni. Te egy kinövés fej vagy. Tehát egy ilyen férfi kinövés fej. Én nem tudom, de tényleg mert ilyen kicsikét ironikusabb szót keresettem, itt egy ilyen enyhébb megfogalmazás arra, hogy fasz fej. Mert ha az a terved, hogy megijesz engem, akkor nagyon utállak. Készi, nem viccelek. Isten szerelmére is. Először egy masszív áramszünet van, egy cunami is, majd jön az a srác valahonnan tiszta véresen, és hülyeségeket beszél. Mégis mit tegyek most? Nem tudom, nem mondj félelmetes dolgokat kezdésként. Lillabőrös leszek tőle, nem akarok itt lenni többé, haza akarok menni, az anyucitek arom! Sajnálom, bébi, minden rendben lesz, esküszöm. Az meg ki? Agyat! Kicsoda, ha ez megint egy hülye vicced! Bébi, mögötted! Aztán meghalt a csaj. Mi a pi? Tipik. Mi a kilógó valami ember? Húzzok innen. Az! De az férfi, megvédi a csajt. Húzzok innen, emberek. Hallod-e, én úgy tökön vágnám, hogy ilyen bátor mert lenni. Az. Pár másodperccel később. Kalandjaid közben találhatsz egy listát, köszi, kerékkulcsra. Tök jó, itt van egy zombi, de én adtam egy... Tök lazán felveszem a kerékkulcsot. Berakhatom azt fegyvernek. Na nézzük. Közepes sebesség. A felbetűzkolás az nekem jobban tetszik. Túl messze van. Most komolyan, közel kell jönnem a... És azonnal ezt vette fel a fegyvernek. Hogy amire kattintok, az lesz a fegyver. Mi a... Ne! Ark! Nyam, megeszik. Ja, jönnek a zombik. És jól sokan vannak. Kattints az autóra, hogy elmenekülj. Hát, de ahogy én megölök még egy párat. És akkor ez így lelassítja. Most komoly, nem tudom megölni őket. Deed maze. Még ha sikerült is elmenekülnöd, az utolsó pillanatban elhagytad ezt a rémálmat, hogy egy újabb bacsöppenj. Tényleg? Megcsináltam a karaktert, az volt még egy ilyen prológus, egy ilyen intro. Ezt így kiskippeltem, nem akartam, hogy lemaradjatok róla. Énként nagyjából annyi, hogy csináltam egy karaktert, azt kikszeltem, mivel néztem, hogy akkor nem sokára kezdődne a live-om. Ami először csak egy természeti katasztrófának indult, hamarosan egy globális, ismeretlen biológiai veszélynek fette fel magát. Énként... mindig. Káosz, pánik, halál... ott egy tank, figyeljük már el! Az is fémből van, testvér! Több tonna a fím, kőkemény fím. Halál és szenvedés. Most már tudjuk, hogy a civilizáció nem nyugalomba halt ki.
Egy hónapon belül a világ kifordult magából. De te túlélted. Ez az, neked sikerült, barátom, túlélni, és ezért most itt a jutalmad, még több évnyi szenvedés. Gyere ide, jó. Szerencsére gyorsan rájöttél az immunitásodra egy fertőző kísérlet után. Sok-sok héten át számos csoporthoz hozzászegődtél, az egyik kisebb, mint a másik, amíg egyedül kötöttél ki. Egy szóval mindenki zombi lett. Most már 6 hónappal a szőkőár után vagyunk. A szükség miatt mozognod kellett, és elérted Kalifornia partját, és még mindig nem adtad fel. Ez az. Szóval mivel kiderült, hogy milyen immunok vagyunk, ezért megnyertük a fődíjat, élhetünk a paradicsomba, a globális katasztrófa kellős közepén lévő zombikkal ellátott, cunami és áramszünetes, kifordult emberes világba. Közben, hogy elnézem, ott van valami. Bevezetés. Az elesés. Körülbelül 6 hónappal később. És akkor azt nézem, hogy csak a... Olyan szomjas vagyok, valamit innom kell, éhes vagyok. És akkor ja... Ezt nem tudom itt megtakarni, a szomiság meg az éhezés miatt. Ó, és a táskám is üres, de jó. És akkor ott van fönt a staminám. És akkor itt kell gyógyítanom magam. És akkor ezzel a bottal ott marad. Wow, 25, és akkor most kaptam XP-t? Nem látom az XP-t. Ölésekért úgy tűnik nem kapok XP-t, már is csalódtam a játékba. Ouch, nem tudok elmenekülni. Na várj. Ez mi? Ez egy zombis játék, most nézem, hogy mit tud. A harcrendszer az egy kicsit lassúnak tűnik. Hát csak a gép lassú. Nem. Találj valamit enni, találj valamit inni. Welcome, egy benzinkút, itt csak ez lesz kaja. Egyébként... Ez egy kajálda, csak mondom. Lehet. Csak úgy mondom. Hát van... Úgy kocsikat is lehet. Itt viszont ki tudom fosztani a dolgokat. Ez mi? Túlélünk, ez gany. Fáradtság. Jó, akkor... Köszönöm, találj kaját. Nem tényleg, mert mondta, hogy 6 hónappal később. Itt van valami kaja. Hamburger. Azt van itten víz? Ó, mit támad itten? Ja, hogy te? Jó, bagos. Lassabban töltötte be a dolgokat. Ez egy online, vagy egy ilyen sima? Online. Ó, értem. Kapok ott valami pontot, de az nem tapasztalt. Szerintem először ajánlom, hogy csináld azt, amit a küldik ér. Ja, így vezeti fel a játékot. Ó, és kaptam 5000 XP-t, de akkor most küldetésekből kapjuk az XP-t, szóval... Hát ez meg a tutorial. Ja. Találj egy tábor tüzet közelében, és... Na. Viszont itt vannak a talentek. Max élet plusz 1. Passzív kritikus esély, plusz 20%. Avagy fondű, kiváló minőség, étel, víz. Fogyellenállás. Ez az, hogy a túlélésben leszel jobb. Második a harc, harmadik az életet növelik. Igen, vettem kiváló észre. Viszont ez olyan arany. Meg ez bír a legnagyobb stattal. Hírnév. De jó. De nem kéne megenni a kaját, vagy valami? Én megviszek meg kaját. Na mi van még itt? Ugye minden. Újra spawnolnak a zombik. Jaj, de jó nekem. Az minden játékból újra spawnolnak. Happy Verse, mivel online. Próbáld meg az üveget akármivel, ami nálad van, betörni. Megütöd az üveget, azt el sem tudod olvasni. Szóval a zombik szemben ülteni. Ja. Ó, viszont az bekürítelt, ez a krit az erős. Azt mondja, hogy majd enni kell. Hát enni kell, inkább nézni. Na meg hát fáradt vagy. Igen.
Hát azt mondja, hogy tábortüzet kell találni, szóval az is valahol majd a közelben lesz. Remélhetőleg. Azt az meg ott kijön? Persze. Na. Ahogy viszont... ez is sikerült. Ja. Van valószínűleg akkor betörtük. Szerintem, hogyha oda viszed az egret, akkor mutatja, hogy mennyire vagy. Éhes vagy, hogy kátálnám valamit. Nem, itt mutatja a kaját alul, kaja víz. És akkor valószínűleg itt van az, hogy fáradt vagyok. Ez a jelzés, akkor izé. Ha? Egy tábortűz kell. Valószínűleg a netemnek köszönhető ez a szépség, amit most az előbb volt látható. Nagyon. Jó, megjött a repostól. Felvásárló. Kis tényleg. Hogy tudom meginni? Megint. Aha, itt van. Hát, láttam már jobbat. Nem is olyan rossz? És akkor itt tudok inni. Ah. Nekem tökre tetszik ez a játék. Tehát ez az alap MMO-s fajta játék. Igen, és tehát például... van RPG része, tudom menedzselni a karaktert. Survivor... Sátorban biztos van valami. Nem. Túl szép, hogy igaz legyen. Survivor révén... a kaja kéne. Étel. Jó, ezt is meneszik. Survivor révén akkor kell menedzselnem a karaktert. Viszont... és itt a tábortűz. Nem is kellett nem messze menni. És akkor így tudok lepihenni. Valamit raknod kell a tűzre. Túlélési kézikönyvet nem, azt elolvasod. Vagy az... és a fát. Na, ez egy jó, hogy még így is megállapítsa, hogy le... miket lehet rárakni. Azt az almát, ne? Használod. Csinálj egy tárgyra, hogy megedd, hogy használd azt. Ezt megesszük. Az almát is megesszük, és... ja, és akkor így itt nyugodtan tudok táplálkozni. És aludjál akkor. Tehát valamit hagyom. Meg akkor a salátát, és akkor így maxon leszek. Jól lakott. Na, jól is. Bónusz kapsz gyógyuláskor. Na, és akkor itt van, hogy milyen hatások érvényesülnek rám. Védekezés plusz 16. Kritikus esély, ez a bit, amikor most kaptam. Stamina szerzés. Gyógyulás. Mm-hmm. És az alma. Tényleg a kaják, amiket most tettem, szóval akkor valószínűleg úgy érzem, hogy ezek idővel el fognak tűnni. Tábor elhagyása. Mm-hmm. Tehát, hogy mondjuk a 6 kaját tettétek már. Azt nem lehet fölvenni ezt a horgászbot. De. Na ennyi. Jó, hogy elszövetted. Horgászbot? Semmit nem mondja, és a tutorial. Igen. És akkor valószínűleg most tudok majd kaját szerezni. Találj egy helyet horgászni. Az ott volt egy esernyő. Mi minden ember álma egy esernyő. Itt felveszem a fadeszkákat. Itt van az első. Valószínűleg majd kellene fogva a tűzre még több. Mi a játék neve? H6, megtámadtak a tüske és bundás műslik. Az a Harkcion 6 volt. Ami ott volt. Szerint. Igen, én is azt vettem. Almafa. Nem, az nem almafa, hanem alma. Ez alma? De add maze. Ott van még víz, és mennyi minden van ebben a játékban. Na, és még több. Baseball labda. Ez is lehet. Dobni. Most kíváncsiság, akkor most távolról tudok harcolni? Szerintem túl távol vagy, vagy mi? Lehet, nem tudom. Különböző fadeszkák vannak itten. Szódás még. Esernyő. Sebzés 15. Horgászbot. Hogy tudok, találj egy helyet, ahol tudsz horgászni. Elveszett erdei táborhely. Műanyag kulacs. Na, szerintem jó lesz. És tök jó, hogy veszem fel a dolgokat, fogy a energia. De tudod, hogy valahogy itt lesz. Igen, ott. Hát, hogyha tudnám. Kösd el a kenut! Meg az sem biztos, hogy a vízbe nyugodtabb lesz. Hát... nem most tudok, kölyök ha... ott mi az?
Én nem nagyon szeretek kenúzni. Nem is. Hát... Nem biztos, hogy ez a karakter tud kenúzni, és nem is lenne a legjobb. Ne. Tányér. Tányér. Oh, tányér! Jó minőségű. Gyors. És akkor... Szerintem csak így ilyen egyszerű használatos lesz talán. Lehet. Katonai táska. Nem lehet belőle venni a táskát? Rántott hal. Öntözőkanna. Nem kell ennyi sok minden. Talán azért be lehet teli az inventory. Még nem vettem észre. Ezért nézd meg mindent. Párna. Ja, azt már találtunk. No. Matek tankönyv. Sokra megyünk. Nem lehet elolvasni a könyveket? Túlélési könyv mondjuk. Üres. De nem. Tényleg azt megnézem. Nem, hanem a túlélő könyv. Az nem, itt van egy olyan, hogy használ. Ó, az a túlélés. Itt egy seregnyi információ. Ennyi? És valószínűleg akkor újba lehetem olvasni, hogyha te... De szerintem a túlélési könyvet azt... Ezt? Ezt igen, használ. 10 másodperc. Ó, és ez egyszeri? Ó, ez nagyjából olyan a mágus, ilyen support mágus, meg ilyesmikre emlékeztet. Megeszem az almát. És akkor felveszem a könyvet, mert az meg akkor... Ennyi könyvet el nem kell. Na meg mondjuk, ami nem. Valószínűleg jó lesz a... Üres. Tábortüzekhez. Az mi? Szék. Felvettem a széket. Jaj, jó. Hát azzal kéne harcolni. Van egy nincs szék, amit hozzád meghatnék. Na, a tányér az nem fog kelleni, ez a labda az nem fog. Na, minek kell? Egy kerti szék. És nem kell ennyi kaja azért nézni. Oké, nem baj, én összegyűjtöm. Ó, ott még van egy táska. Valószínűleg abban is kaja lesz. Kulacs. Na, a kulacs az jó. Emberek magazin újság, nagyon sok kaja van benne. Kulacsot visszük. De már van egy műanyag kulacsod. Viszont... Kés? Konyhakés? Na. Közben volt egy konyhakésem. Hát, gratulálok. Nem vettem észre. Na. Viszont hol tudok horgászni? Hát valahol itt, mesében. Nem, valahol szerintem tutoriál még. Az. De erre, igen. Tessék itt jelzi. Na. Jogos járt. Ott egy vödör, azt is meg kell nézni, mindent. Oké, okay, megnézzük a vödöröt is, vödör. Azt a... Temadás nedvesség. Most, te nedves vagy, áh, segítség! Így kész. Csupán kézzel. Használd ezt. Jó fogás. Jó fogás. A tökéletes weboldalon mindent megtalálsz. Tessék. Jó fogás mindenkinek, jó. Na és akkor rengeteg hal. És akkor dobd el az ilyen izéjem. Ha mondjuk a konzerv, az talán még jó. De mondjuk az ilyen... És minek kell neked 2 darab evező? Hát miért ne? Kérdem. A sebzés lassú. De nem is fogod használni, úgyhogy... Tessék. Akkor a halat is elrakjuk. Viszont itt lehetett halászni. Is kell. Rács. Zombik, ó, és mennyien vannak. Mindenhol. Ez a tutoriál. Mondjuk a képek annyira nem rosszak. Igen. A grafika az ilyen elfogadható. Megint! Eltőlemti szörnyek. Chloe. Fogd meg a kezem, ha élni akarsz. Nem csak a kezedet fognám meg. Na gyerünk, harcoljunk. Gyerünk, küzdj az életedért. Micsoda harc. Úgy látom, hogy a kés egy olyan fegyver, ami megbőjítse. Tehát nem az a távadozó, és közben ő is távad széget, hanem ez ő. Ha elég gyorsan utolgetszed. Akkor itt meg lehet vajon ölni? Remélhetőleg. Ne. Ó, várj! Na, akkor csak ahonnan jöttek a zombik. Tisztának tűnik. Jól vagy? Van. Várj, a legtöbb zombi. Megvédelek. Ó, de már nem akarnak sose elfogni? Nem. Ó, te pedesz. Pengémet nyomik.
Istenem, megharaptak annyira, meg kell ölnöd majd, és kell... Nem, itt mondta, hogy van immunitás. Én nyugodj. Ne félj tőlem. Immunis vagyok a változásra. Jó van, na. Minden más szegény lélek, aki eddig túlélte. Téged beleért vagy, csak nyugi, nem fogok átváltozni. Most te jól vagy, tökéletes időzítés. Remélem megértek küzdeni érted, mert nem kockáztatom meg a bőröm így minden nap. Mármint, csak nézz rá, mindenhol vérzek, már lassan, majd használom a bandanám, ez egy angol játék? Aha. Igen. Bandagem. Akkor jó, egy ideiglenes kötésként, de minél hamarabb kell valami tiszta nekem, nem azért éltem túl az apokalipszis, hogy egy hülyesebb miatt essek itt el. Jobban elves az a öcsi. Scaramentóba tartoztam. Ott találunk orvosi készleteket. Segítesz nekem, ugye? A név Chloe egyébként, indulhatunk érdek. Tudod, ez egy kicsit fáj. Viszont így felhangosítva vannak effektek. De így viszont egy kicsit elég hangos. Nem vehető szerintem hallgat. Oké. És szintet léptünk. Otthoni gyógyszer. Ásó. Válasz egy jutalmat. Kaphatsz két öre fegyver. Scaramento, California. Sacramento, California. CBE. Na, legyen egy jó fegyverünk. Gyors ásó. Vakság. Talán gyógyszer is jó lehet. Várj. Szegecses. Na, ennek mi a játék? Ó, baseball ütem. Mondtam, hogy dead moze. Ja, dead moze. Dead maze. Halott. Halott útvesztő. Lehetett volna Béla 1, Béla 2, Béla 3. Igen, csapat, lehet csapatot csinálni. Ja. Hú. A szegecses baseball ütő mindig jó. És egyébként igen. Lehet, hogy az lesz. Az mindig a legjobb. Azt kiderül, hogy nincs is hely hozzá. Lehet, hogy nem kaptam meg akkor a szegecses baseball ütőmet? Mint van az, amit ledobtam? Indulj már! Hú, de kedves! Bringa! Ó, és akkor itt tudunk utazni. Megeszed a tésztát? Illik ukerni. Öcsivel live. Na és akkor ahogy elnézem, ott van a többi játékos. Akkor az itten a... ott lefelé van. Meg mellett elhagynád. Na jó, de ott rohant valaki más. Na megpihenti azonnal. Tehát azonnal, mint levesz, megpihent. És ennyi? Akkor a többi nem fogy. Lehet esernyőt a tűzre rakni. Mhm. Számítok rád, barátom, segíts nekem, és elmondom, hol találhatsz rá a városomra. Igen, jól hallottál, 18... Lake Vivatiaro. Az egyetlen normális túlélő tábor, amiről tudok. Sziasztok, azonban nem fogunk tudni többet mondani, ha meghalok a következő órában. Valami, amit egyikünk se akar, igen. Ó, remek, azt ott hagytunk. Első fejezet, egy gunkeresése, egy gyújkész. És akkor itt vannak. Jaj, játékosok, támadjunk rá! Ő egy hún. Ja. Találkoztunk egy magyar kötőszert. Játékosra. Ó, hogy itt zombik is vannak. Ja, és akkor együtt harcolhatunk. Na, ez az online része. És akkor tök, hogy jövök, azt segítek neki. De már rég meghalt. Hát már noob volt. Amikor tényleg most se kapok XP-t? De, most már 80. De kapsz. Most már 80 az XP. Hát kíváncsi vagyok. Amúgy ott lent hagytál egy sárnyi almát. De tök mindegy. Ugyanúgy 80. Na? Nem azt, hogy most tényleg, de most komolyan dobd ki a motorra. Dobd ki a nem. Meg akarok ölni egy zombit. Egy magam. Kíváncsi vagyok, hogy azért kapok-e XP-t. Biztos kapsz. Ha egy magam ölöm, nem. Akkor miért kaptunk XP-t az előbb? Nem mindegy. Nem. Lényeg, hogy kaptál.
Na viszont vacsora, szóval jól lakott. Hát most vacsorázta, úgyhogy. Nem, a valóságban is. Tudom. Ezt nem tudom, talán vissza... Ott az utatára. Visszajövök Don't Starve-ozni. És akkor... Ó, és itt tudok blokkolni. Megvan. Itt hagyom. Lepauzolódik. Ó, várjál már. Az XP-t oda letette, vagy mi? Tényleg? Itt láttam, hogy XP-t csökken, és ott zsűlt bele. Aha. Szóval megölsz zombikat, össze tudod így gyűjteni, és hogyha lejössz egy táborba, igen, XP lesz belőle. Akkor mégiscsak kapunk XP-t a zombiknál, és akkor tényleg majd később. Viszont... Esernyő jött a tűzre. És... Csinálok egy olyat, hogy keresek gyorsan egy képet, hogy mindjárt jövök. És akkor egy pár perc múlva, miután jól laktam, akkor jövök. Nem keresem. És nem mutasd meg nekik a helyket! Tudod, a válkán a fejkel! Jaj! Hülye! Ugye? Ó, és leült mellém egy másik ember. Tök jó, és itt pihen mellettem. És ahogy elnézem, elég lassan fogynak a statok. Tök jó, elvett, azt elment. Viszont annyi, hogy akkor én itt most ezt a 900x800-as képet szeretném itt kivágni. És amit mutatom is, hogy mit vágok ki. Kép, mentés másként. Azt a... Jó lesz oda ezzel a névvel, azt itt beillesztem. Vagy mégse biztos. Mi volt a neve? Na, azt mondja... Kép, UZT. Igen, új kép. És tök jó, most már hang is van. Hát kicsikét késve. Viszont én akkor most már tényleg mindjárt, amit megtalálom. Voilà. Na, akkor én elmentem. Azt talán egy olyan negyed óra, azt jövök. Sick life.
Yeah.
Jó, ez is 3-4 óra múlva. Balázs. De most elég.